Görhintandó Jam Vatta Cukor. Zene, játék és vidám együttlét. Ha majálisról van szó, valószínűleg ezek bekerülnek egy felsorolásba, mely azt taglalná, mi is kell egy hamisítatlan ünnephez. Még nagyon sok ember fejében a majálishoz a május 1-i felvonulások, sörös, vízlis, brigád buliai is társultak, de ezek ma már csak az emlékezet részei, bár kétségtelen sokan nosztalgiával gondolnak ezekre a programokra. Közvetlenebbek voltak az emberek, nem volt ekkora távolságtartás, mint manapság, és most nem a pandémiára gondolok. Kicsit az emberi közvetlenség ez még hiányzik, én úgy gondolom. Segíthet egy-egy ilyen rendezvényen? Mindenféleképpen. Igen. Több kellene, többször. Így van. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó. Nem azt mondom kezdeményezés, hanem folytatódjon így tovább. Ahogy régen is. Emlékeznek még a régi majálisokra? Természetesen emlékszünk. Milyen volt? Hangulatos. Jó kedvel teli. Mesélnek még otthon a gyerekeknek erről? Igen, mesélünk. És mit szólnak? Hát néznek, hogy mik voltak a régi időkben. Hello. 1, 2, 3, igazából 5-ös. Nem tudják elképzelni, mert ők ma más világba születtek. Igen, elég sokat jártunk ki annak idején, úgyhogy meg most az unokákkal, meg gyerekekkel, és köszönjük szépen, most jó itt. Én arra emlékszem, hogy sokkal többen voltak. Hát meg fiatalok voltunk, egészen más. Ugye mindig összeköthető volt, mondjuk kispályás focival, ugye. Meg ugye sokkal nagyobb volumenű rendezvény volt, mint talán mostanában. Most úgy gondolom, hogy talán már egyre jobban elhanyagolják ezt a majálisnak a megtartását. Az látszódik itt is, hogy elég sokan vannak, és sok család kilátogatott, úgyhogy az embereknek szüksége van erre, úgy néz ki. Arra tehát, hogy az emberek együtt legyenek, kiengedjék a gőzt, társasági életet éljenek, beszélgessenek, ma is szükség van. És erre ez a majális, mely a pandémia utáni első szabadon szerveződött programja volt a Babits Kulturális Központnak, pont megfelelő alkalom volt. A múlt idézés szellemében igazi retro hangulatot idéztek a Prometheus Parkba és környékére a szervezők. Egykor mindennapjait sok mindennel meg lehet idézni, ruhákkal, zenével vagy éppen autókkal. Nos, ez utóbbi szép számú látogatót vonzott, akik megmosolyoghatták a 60-as évek trabantját, és rácsodálkozhattak a Louis de Funès filmek hintóméretű Citroënjére is. Mi arra is kíváncsiak voltunk, milyen életérzés egy retro autó tulajdonosának lenni. Ebből a szép kis olasz autóból alig pár százezer darabot gyártottak, de a tulajdonos beleszeretett és mindent elkövetett annak érdekében, hogy eredeti formáját visszanyerhesse. Régi vágyam volt egy ilyen autót megcsinálni, és úgy, hogy ez úgy nézzen ki, mint amikor kijött a gyárból. Ez hatalmas kutató munkával is jár egyébként, hogy az ember ezt meg tudja keresni ennek az autónak az igazi történetét. Csak megláttam a hirdetésben, hogy egy hirdetnek egy ilyet, egy ilyen Bertonét. Mondtam a fiamnak, hogy akkor gyere, megnézzük. És meg is vettük. És amikor az ember elkezdte felújítani, akkor lejött az első réteg festék, úgy kezdte megmutatni magát az autó, akkor gondoltam azt, hogy na most akkor ezzel komolyabban kell foglalkozni, mert nem is tudtam, hogy ez mi. És akkor az ember elkezdett utána olvasni, utána kutatni, és kiderült, hogy egy rendkívül ritka széria. Igazából a Porsche egyik típusával akarták ezt megversenyeztetni, vagy valami olyasmit csinálni Olaszországban, ami kicsi, olcsó, és népautóvá is tehető. Tehát ez gyakorlatilag annak idején meg lehetett venni annyi pénzért, mint egy Golf 1-est. Egyébként vezetni nem annyira jó, mert nem olyan, mint egy mostani autó, mert se szervó, se kormányszervó, semmi nincs benne gyakorlatilag. Az ember érzi, hogy átment egy kavicson. De nehéz vezetni, nagyon meleg, mert nincs benne klíma, ha leveszem a tetejét, akkor süti a nap a fejemet. Tehát abszolút nem jó, de mégis nagyon jó érzés. A keleti autógyártás egyik sarokköve a Trabant. Egyes vélemények szerint, aki ezt tudta vezetni, az tankot is tudott. A kiállítás egyik éke volt ez a korai példány. Szoktunk sokat járni hétköznap is, amikor az idő engedi, olyan az időjárás is. Sokan integetnek, megállítanak, mindenkinek van egy sztoria, nagypapának volt ilyen, szomszédnak látták, jelen tanultak vezetni, stb. És akkor így mindig van egy kis beszélgetés sztori. Az öreg Trabant az már jó 10 éve megvan, és amikor elkezdtünk autózni, akkor ezekkel 601-je ilyennek kezdtünk el autózni, és
honnét jött a lendület, vagy a szeretet. Hát ez egy felújításon átesett, ez Miskolcról származik ez az autó. Ott egy pajtában volt egy fiatal emberé, aki egy motorba esetben meghalt, és az apukája megőrizte, és onnét volt egy jó alap, amit föl tudtunk újítani. Hát az életérzés az benne van, tehát aki nem autózott ezekkel a járművekkel, nem csak a Trabant, Lada, Sociéra autóival, az nem tudja igazából, ki kell őket próbálni. Azt van mindenkinek javasolni. A majális fellépői között találkoztunk egy igazi szexádi retro arccal, Pereszlényi Zoltánnal, akit kifejezetten erre az alkalomra kértek föl, hogy álljon újra színpadra. A nem épp fiatalok még emlékeznek rá, ő az, akiért mindannyian szurkoltunk annak idején, amikor a Ki mit tudon szerepel. És amikor ezt a műsort még országszerte nézték hétről hétre. Most a fiatalságuk emlékét felidézve sokan álltak a színpad előtt is. Hát az úgy volt pontosabban, hogy akkor pont talán a Ki mit tud jelentkezés ide alatt nem volt zenekarom. És úgy gondoltam, hogy egyénibe szólóba, tánzalénekesként megpróbálom. Ugye itt volt az első a megyei verseny a Műfházban, aztán a területi döntők voltak, továbbjutottam, aztán az országos döntő, továbbjutottam, és így kerültem be az elődöntőbe, a TV elődöntőbe gyakorlatilag, ami azt jelentette, hogy ugye nem volt zenekarom, és akkor sok sökkottói zenekarra kísért az elődöntőbe. Az kiderült azt, hogy vihetek zenekart, akkor gyorsan összeszedtem a fiúkat, akik szerepeltek akkor, és mint session zenészek, de végül is derbi volt. A környeim Miki, a Sopi, Horváth Feri, Babesz, azt mondja, volt két session zenészünk, fuvósok, a Nagy Robi és a Sebestyén Anti kiváló szaxofonos, Szilvia pedig, hát mind a feleségem, ugye mindenki tudja itt Szexárdon, ő pedig az örökös vokalistám, ma is itt lesz ő velünk. Én úgy gondolom, hogy akkori élőzenékben nagyon fontos volt a közönséggel való kapcsolat. Tehát ugye itt volt a szinkron együttesük, itt játszottak, mi meg uraltuk gyakorlatilag a megyét, illetve hát nem csak mi, mások is, de mi aztán tényleg minden hétvégén mentünk zenélni, és nem válogattunk, hogy most ez egy kisebb település, vagy nagyobb, ahova szólt a meghívás, oda elmentünk. Hát nagyon sok emlék visszajött ez a két nap alatt. Alapvetően próbáltuk most is azt a hangulatot felidézni, amely a mi gyerekkorunknak, illetve nagyon sok velünk egykorúnak jó emlékeket ébreszt. Az első és legfontosabb dolog, hogy szeretnénk a közösségi életet újraéleszteni. Civil egyesületek, szervezetek, akik örömmel találkoznak egy ilyen eseményen, hasonlóan, ahogy 30 éve, 40 éve is volt, jöjjenek ki újra ide a szabadtére, főzenek együtt közösen, töltsék együtt el ezt a szép napot, vegyenek részt a gyerekek kézműves foglalkozásokon, vehessenek egy vattacukrot, ringlispilezzenek egyet, dodzsemezzenek egyet. Én azt gondolom, nagy szükség van ezekre az igazi szabadtéri, örömteli programokra, ahol a családok is találkozhatnak végre. Találkozunk olyan régen nem látott egyesületekkel, szervezetekkel, akik évek óta nem jártak igazából szabadtéri programokon. Nagyon vegyes a programkínálatunk is, nem csak a gyerekek találják meg a szórakozást, felnőttek is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tartalmas hétvége. Kellős közepén járunk, és minden bizonnyal a végén is azt állapíthatjuk meg, hogy érdemes ilyen programokat szervezni. A Retro Majális végeztével a Babics Kulturális Központ munkatársai már a következő nagy rendezvény előkészületein dolgoznak, hiszen néhány hét, és a pünkösdi hal és vad ünnepen találkozhatnak egymással újra az érdeklődők.